Na, hello! Sziasztok! Kellemes délutánt! Na, picit megpihentem, srácok, rápihentem erre a hülye questre, amit elkezdtem. Aztán igazából, ha tetszik, hanem muszáj megcsinálni, hogy végülkörül minden gémet. Innentől kezdve meg igazából teljesen mindegy, mennyit kell gyalogolni. Úgyhogy elmegyek azért a szivacsér, aztán utána meg úgyis jön a következő quest majd valamikor. Nem kizárt egyébként, hogy ezt a questet befejezzük, lehet, hogy megnézek még egyet. Hogyha úgy leszünk idővel, akkor lehet, hogy még lesz egy játékváltás is, és akkor délután ezt úgy fejezzük be, hogy nem csak ez lesz. Ezért is kezdtem egy picit korábban most. Ó, basza, itt is van. Remélem, hogy találunk még ilyen szivacskát. Ne kellene az egész térképet befutni érte. Na, egy szivacsunk már van itt. Nézzem a tónak ezt az oldalát. Tinő, szia, szia! Szívecsöt, aki így ki, tehát, hát igen, nem baj. Most már nyugodtabb vagyok, reggel nem voltam túl nyugodt ehhez. Rájöttem, hogy olyankor nekem ezt félre kell tenni inkább, mert... Oké, itt van még egy. Hát ez a potion egyébként, srácok, amit így saját felhasználásra a játékba sose fogok craftolni. Anti Poison Tonic, ez biztos, hogy... Ja, nem Anti Poison Tonic, hanem ezt a... Mit tudom én, mi a nevét, na ezt sose fog... Oké, az a lényeg, hogy megvan. Megyünk vissza. Lecraftolom, berakjuk a potba, ami kell. És átmegyünk a sivatagos részre, azt megnézzük, hogy ott mi kell. A mondom vagyok, srácok, hogy azt csináljuk, hogy... Viszem magammal a műhelyek egy részét, mert ne kelljen újra craftolni mindent oda, és oda települök át. Szerencs, hogy értelmes dolgokhoz nem kell szí... Ja, igen. Szia, Viktátor! Ja, igazából... Igazából reggel ott, hogy megnyugodtam, aztán úgy vagyok vele, hogy ezt a küldetést ezt szenvedős átfutom, de a végükre minden, akkor igazából teljesen mindegy, hogy mennyit kell futni, mert a szivacs kell a questhez, az kész. Nálam vannak ilyenek, amikor valamin fejzélek, akkor azt kiadom. Aztán akkor el kell engedni, aztán majd például most megnyugodtan folytatom. Igen. Viszont ahhoz, hogyha végig akarom vinni, és ugye a végvétel az kell, hogy mindegyik questen ott legyen a pipa, hogy megvan. Az viszont nincs a pelláta, meg kell csinálni, az kész. Melyek aztán csinálom tovább.
Megpó, szia-szia. Mindig jobb, mint 80 percet egy helyben van. Hát, mint az az előző küldi. Ja, amikor 4 izét le kellett rakni. Mondjuk, annyiból, igen, például az hamar kész lenne, hogyha csak úgy skillből csinált, de annyiból mondjuk nem volt rossz, hogy ugye bányából gyorsan egy bányáztam még, amíg pergett az idő, átalakítottam mindent kőházra, igazából el lehetett cseszni azt az időt, de azok a küldetések is érdekesek, igen. Úgy vagyok vele, hogy a Styx-re át akarok menni minél gyorsabban, csak úgy nem akarok átmenni a Styx-re, hogy itt ez nincsen teljesen befejezve, mert ugye a Styx az lényegében tényleg egy következő úgymond PDLC. Mindenki azt mondja, hogy a Styx az nehéz. Így szívás, meg úgy szopás, meg mit tudom én, erre vagyok kíváncsi. Meg hát ugye ez a másik, például ezen a pályán, ami jó, ami úgy tetszett, amit úgy megcsináltam, mert rá kellett jönnöm, hogy mi a meta, az a World Boss-os kukac. Ugye rájöttem arra, hogy igazából lerakunk több tüskét, odacsalom, aztán belecsalogatom ott tüskékbe, az kapja. Ja, de amit, ezért mondtam, hogy amit csináltak hozzá, azok jók is. Csak pár dolgon még finomítani kéne rajta, szerintem. Ja, ti. Egy-két dolgot finomítanak, azt akkor azt mondom, hogy... Például nyilván ezen a szivacsos dolgon megint csak finomítani kéne, mert ez így karcsú, hogy random. Azt mondom, hogyha lézerpuskát akarok craftolni a játékba, akkor ott legyen random, ami mondjuk egy hitel mindent, tehát legyen random az alapanyag, de azért egy ilyen általános üzéhez ne. Szia Marci! Szia Gabe! Na, mindjárt visszaérek elvileg. Nincs Witcher. Ja, hogy streambe? Lesz még majd. Annyi, hogy most korábban jöttem vissza egy kaja után, pihentem még egyet. Aztán most megcsinálom ezt a küldit. Meglátjuk, hogy állok idővel. Hogyha úgy, akkor még egyet elkezdik, de még estig váltok Witcherre, szerintem. Lesz majd játékváltás. Ne aggódjál. Hogyan baszd át a medvét? Marha gyorsan, így.
Medve kapta. Át lett cseszve a medve. Szia Lionel, szép napot neked is. Jó van. Oda néz. Jön megint a jó idő. Gyorsan kapjuk össze itt a bázist, ezt húzzunk tovább egyel, mert nagyon zebrát lenne jobb befogni egyébként Mountnak. Megnézem, mit bírok el. Ezt, amit elbírok, azt visszük. Ez az, ez kell nekem végre. Hurrá, yes! Jó, nálam van minden, ami kell a quest itemből. Hát ezeket tudom szedni, úgyhogy ez... Sandworm scale, ezt szerintem nem kell. Ez még jó jöhet, ezt elvisszük. Hát lényegében meg is teltem. Bört, ezt bármikor kapok. Ezt nem visszük sehova. Szene, vagy a, ezt se visszük. Mondjuk a szén is olyan, hogy azt is kapok bármikor. Ó, még van kaja. Visszom az ágyat. Szenet, azt kirakjuk. Szenet azt kirakom, mert ezt bármikor tudok szedni. Kész van a két potion, ezt mindenképpen kell ugye a questbe. És plusz a húsból kell még egy darab. Ezt adjuk le. Megvan akkor minden, igaz? Megvan minden. Átviszem ezeket is. Többit azt meg igazából, ja meg az üllőt még elvisszük. Várjatok csak, az egyik crafting bench az nem kell. Hát a fém az marad, úgy néz ki. Majd szedek másikat, ha esetleg úgy van, a kandallót azt tudok könnyen csinálni. Oké, és akkor oda felvisszük a motyást. Mondjuk itt inkább a tier 3-as... várja, mi ez? Ja, a tier 3-as asztal volt a lényeg, meg a betonkeverő, meg a kemence. Meg az üllő, már azokhoz ugye mind kell valamilyen öntött alapanyag. Nem tudom, hogy mire számíthatok a következő pódnál, úgyhogy az legalább legyen kész. Bányát azt úgyis találok.
Csákányom, itt van az a lényeg. A sajnálom egyébként, hogy azért a World Boss-szer nincsen semmi rivárd, nem is értem, hogy a göltödés akkor így annyi. Valami exotikot adhattak volna érte cserébe. Más, ja, Lionel, ez ugyanaz a küldetés. Folytatom csak tovább, azt annyi. Van rá küldi, ahol van rá kveszte, ahol ad exotikot maga. Vagyis akkor ilyenkor, amikor lejövök egy küldetésre, csak megjelöl nekem, hogy elérhető, akkor nem érdemes vele foglalkozni ezek szerint, ugye? Mert akkor jövőben nem fogok vele tökölődni. Ugye nekem talánből megvan az, hogy látom a world bossoknak a helyét. Páncélből készített dolgot azért lehet ilyen questeknél is ölni. Na de hol vannak azok, amiket lehet csinálni? Ír 2, 3 vagy hol van? Ír 3. Azt hallottam én is, mert itt mondták, csak nem, abszolút nem láttam, hogy mi az, amit lehet belőle csinálni. Mert az kieleket ott is hagytam például a házba, mert mondom, mit csinálják vele. Tettem össze ilyen kieleket belőle. Nem is belőle, hanem mellette, ami esett. Ott a pod. Na mindjárt ott vagyok. Szia North King, hello, hello. Hát ugyanazt a küldit folytatom, csak befejezem már. Rápihentem picit. Mentálisan a dologra. What? There we go. They're gonna love that. That's it. You got everything. That wasn't so hard, was it? Looks like the party started. Stay sharp. Mik vannak? Az igen, kezdj el akadni, nem? Játék.
Az igen. Az meg. Előjön egy skorpió és megáll a játék. What? Akadós, ez polaroid játék. Polaroid fénykép, ezek egy kutyafasz ehhez képest. Mondom, egy izének a beszpónalása megakasztja az egész játékot. Az igen, nagyon kemény. Hát mi a pöcsöm? Mivel lett ez összerakva? Most ez mi volt? Ezzel kellett elpusztítani? Jó, hogy nem haltam meg a robbanásba, bazz. Oké. Okay. Várjátok, át kell mennünk ezen a zónán, biztos nem megyek körbe. Komoly. A skorpió, hogy feljött a földből, akkor állt meg a kép mindig. Na gondolkodok rajta, hogy ezt a játékot lehet át kéne raknom inkább az ére a C-meghajtóra, mert azon M2-es SSD-n van az. Az izére képes, 2000 mega per másodperc, de hát nem hiszem, hogy ez lenne a baja. Nem tudom mi tényleg nem tudom eldönteni, hogy mitől csinálja ezeket, hogy ennyiszer így megáll a kép nullára. Én arra lennék kíváncsi, hogy mondjuk aki egy 4090-es videókártyával jön be, hát mondaná, hogy nagyobb procival, de most ennél nagyobb proci az új generációsuk esetleg, hogy annak is ezt csinálja-e. Tök szívesen rájönnék a titkár, hogy ez ne legyen ilyen. Lehet, hogy tényleg M2-es satára kéne rakni ezt. Nem lehet átmenet, ja, mindegy. És úgyis körbe kell menni a baszityokba.
Obscurus, hú, szia, szia! Oda néz! Obscurus, nagyon szépen köszi a 11. hónapot! Hello, hello! Köszi szépen! Most már átszaladom az éjszakát, már nem állok meg. Bassza meg. Oda néz a profi. Hol a medve? Bazz. Megcsináltam, aztán lenyugodtam egy délután, azt azzal kezdtem, már kész. Bepakoltam a helyére, amit kellett, aztán így levédtem azt a konténert, azt felrobbant. Jakszol, kellemes napot neked is. Most megyek át a másikhoz. Most az a terv, hogy végtoljuk a küldetést. Hoztam magammal izéket az előző helyről, az összes ilyen asztalt, főleg a tier 3-as cuccokat, ugye égető kemence, meg üllő, meg ilyenek. Hogy ne kelljen még egyszer megcsinálni, hogy holyat kérnek, ami... Ó, basz. Na, jó van kép. Örülök. Majd a 2 éves meg kell csináljam. Valamikor nekülök, aztán meg... Megszerkeztem a új badge-eket. Szerintem másfél éves az van, igen. Azt hiszem, a másfél éves a villámos kesztyű, fekete kesztyű, de nem vagyok benne biztos. Majd a 2 éves kell megcsinálnom, mert az is már alakul. Ott meg szerintem váltok izét majd ilyen, mert meghagyom a kesztyűket, mert úgy kérdezte, azt mondták, hagyjam meg. Annyi, hogy a 2 éves, meg az utáni az már nem kesztyű lesz, hanem az már más lesz. Játszottam az Elden Ringet, hú, ez a játék tényleg rohadt jó. Nem gondoltam volna, hogy ennyire beszippant. Az Elden Ring az nagy. Nagy a világ. Meg hát ott is ezerféle éppen meg tud csinálni a dolgokat benne. Argent, szia, szia! Randomizer móddal próbálom. Az mit jelent?
Mert randomizált a sejtem, de konkrétan mit csinál? Miket randomizál be? Minden itemet és enemit máshova rak. Aha. Köszi meg, Pó, jó munkát. Jó munkát. De egy szörnyeket is, mert a bosszokat is kicserél a barlangokból, meg ilyenek. Jó, az úgy. Szia Vanilla, hello Bello. Jó sokat kell menni, bassza meg. Az legalább ott jól néz ki. Hát ezt egyértelmű.
Na gyerünk. Haladunk szépen. Hol vagyok most? Hafla kutya. Elvileg itt kell valahol átmenni. Ja, erre. Na, ha minden igaz, ugye ott vagyunk a sivatagi részen. Egyébként tényleg jó nagy hangsúlyt kap monoton futás a játékba. Legalábbis túl nagy hangsúlyt. Egyszerűen Witcher RDL 2-vel is helyett inkább promesztri. Igen, ez a kemény. Hát az egyetlen gyenge pont az inkább ez benne, igen. Ó, bassza meg, nem hiszem el. A VR-t meg kéne várni, mert... Ez a vihar, ez nem annyira fasza. Ja, High on Life-ot? Nekem annyira nem jön be. Na, mindjárt véget ér ez a rossz idő, aztán tudunk tovább menni.
Szia Mihály, hello, hello, szia Star Wars. Nos, komoly. Az apát faszát már bazd meg. Ezt már ismerem. Megint lecsal a gép. Bazd meg. Ezt állandóan bejátszástér, hogy bespónolja, de rám a mobokat, és nem úgy jönnek, hanem rászpón, rám estek föntről bazeg a levegőből. Hú, de trágya megoldásuk ezek, te. Ez a hardcore, hogy föntről a levegőből rám spónolnak, rám estek a mobok. Ez komoly? Hát ez röhelyes. Azért ez kemény. Ez a két-három skorpió meg izé kombó, vadmacska kombó, ez tök érdekes, hogy állandóan együtt spónolnak le. Ugye még kezdetén haltam meg egyszer ilyenben, emlékeztek arra, és pont mentünk vissza a podhoz, és kb. Akkor. Ugyanez volt, hogy ledobta fentről a dögöket, úgy megjelentek a semmibe. Most is megöltem három skorpiót, aztán előbb nem volt át a mögött semmi, az hátulról már kaptam azért a rágástől. Hát, gyerekek, nehézség szintet nem így képzelem el. Fényképeztek. Ha oda kéne átmenni, ha jól látom, ugye?
Szia, Kristóf! Várjátok, itt lehet át se tudok menni, hanem körbe kell mennem. Sőt, biztos. Erre a helyre emlékszek, ezen a helyen, vagy na, ezen volt egy olyan küldetés, itt kellett vadászházat csinálni, emlékeztek, oda kellett építeni. De én ezeket sajnálom egyébként, hogy nincsenek meg azok, amiket megépítünk, mert az tök látványos lenne, most ide jönnék, itt van egy vadászház, ha este lenne, bemennék, és akkor ott tudnék egyet aludni. Úgy kellett volna nekik megcsinálni, hogy ami eddig volt küldetés, és ahol építeni kell, meg ilyen, az legyen már meg. Az úgy tök fasza lenne. Kicsit egyébként olyan érzést kelt a játék így ezzel mindig lejössz a bolygóra és újra csinálsz mindent, mint az 51. randi című film. Hogy itt törlődik minden, azt így előről kell kezdeni a napot. Pontosabban ott a csajnak a emlékezete ment el. Itt meg olyan, mintha folyamatosan előről kéne kezdeni a napot, mert ezért van időhurok. Ott a második pód. Nézzük, mi az igény. Gonszi, szia! Here we go. You got this. Jó van. Nem mondok semmit, tűrünk és csináljuk. Azt például, hogyha tudom, hogy ez kell, akkor hozom magammal, de mindegy. Vicces. Izolati bejárati ballamba és bent ragadtam éjszakára. Nem látok kiúszni. Ja, ebbe? Nem baj igazából, mivel a szkafanderban nem fulladsz meg. Oké, van egy bánya. És nyitok egy térképet szépen az interneten, azt megkeresünk egy bány. Elvicc, hogy a podot abba az egy pontba raktál be, itt az a szar. Közelben nincs egy bánya, sem mind itt van picsába. Komoly. Tudod, na az elején, hogy mindkét. Igen, ezt se értem benne, de hát leszarom. Hát, te ott van, de ez tényleg így, hát nem tudom, szóval ez így.
Én egyébként most megírtam az értékelést, nem szokásom, de nem ajánlatra beraktam ezt továbbra is, mert ez így nem jó. Kihívásból így viszem, de én nem ajánlom ezt így. Meg ezzel a polaroiddal, hogy megáll állandóan a kép. Majd 2024-ben talán. Hát vagy akkor se, ez majd ő rajtuk múlik, hogy mit sikerül megoldani. Fejlesztő csapatnak, mert ez jelenleg halvány kevés. Hát nem, ez az a baj, hogy 2023-ban most már ez így kevés. Ami a játékpiacot illeti, a szétnézel és milyen játékok vannak, ez nagyon kevés. Ez nagyon-nagyon kevés. Ez ide nem elég. Oké, na nézzük, azt mondja, kell gunpowder. Sőt, először izé van, elmegyek a tóhoz menni, nézem, van-e benne ilyen vacak. Szia, kecsú! Na nézzük! Azt mondja, hogy kell a gunpowder, igaz? Az mi kell? Hol van egyáltalán? Itt van-e? Kell hozzá szín. Akadjad szét magad, bazd meg. Hát így lesz egy questből 8 órás küldés, nem csináltál rajta semmit, csak futottál. Egyébként. Pontosan így. De én azt hittem változott ez annyit, de semmit nem változott ilyen téren. Egy évvel ezelőtt ez pont ugyanilyen volt. Tipre ezen a zónán nem lesz szivacs, majd figyeljétek meg, hogy az lesz. Tuti.
Nem, az nem baj, hogy sokáig tart, csak ne egy órát fussak, mert az monoton a semmiért. Mert ez jelenleg most az a baj, hogy a többség idő az az, hogy futok. Legalább van szivacs, hurrá, meg kell még kettő. Ez az összes mérges hal az meg itt csesződik a nyomomba. Hurrá, szivacs az van, ez még a jobbik eset. Hát egy évvel ezelőtt futóstalán nélkül tolta mindenki, jajaja. Hát egy évvel az aranyat vadásztad a bányákba igazából, mondom ugyanaz van, csak most más dolgok, arany már van. Mindegy, egynek jó lesz. Játszottam azért az utóbbi időben jó pár szörvi játékot. Többek között ott a Green Hell, a Subnautica, de így izébe, küldetésében, meg feelingjében játékmenetre szerintem mind a kettő veri ezt. Anna szét akadja magát, geci, komolyan, hát ennyire nem tudsz harcolni normálisan, mert megáll a kép, folyamatosan, bazd meg. Nézd meg, egy lootot nem tudok megcsinálni. Katasztrofális. Ezt a kurva, ezt a kibaszott fotógecit. Hát ez már röhelyes. Mi ez a spawn? Ah, Isten. Mire vállalkoztam, te jó Isten? Úgy gyerekek, nagyon akad. Nem tudom, mit csináltak ezzel a game-mel. Brutális. Na. Ja, találtunk ilyen szivacs lószart. Azt mondja, hogy mi kell nekem. Majd ez. Még szerencsére növényeket magammal hoztam, hallod?
Az cudar lett volna, hogyha nem hozom el. Jó. És hívhatok a spát, ezt egyet egybe ki kéne venni a játékból, mert valami ezzel baj, ezzel van baj, mert itt akad a legtöbbet a game. Ezt szerint egyet egybe fognám, azt shift-elelném a gameből. Kell ezt csinálok, 10-et, azt ennyi elég biztos. Oké, ez mindjárt kész. Na, ebből kell 2 megint, szuper. Aztán kell még nekünk puskapor, ahhoz kell szén, kell ez az elektromos tudsz, ahhoz mi kell? Ebből kell 5, kell hozzá réz, azt mondja, 15 darab réz kell, meg epoxi kell, az sima ügy. Itt a réz igazából. Hát a jó, hogy egyébként elhoztam magammal a cuccot, valahogy sejtettem, hogy ez ilyen szopatás lesz. Nice. Egy gyorsan kiség. Azt mondja, 40-70 Ti olyan erős köböl, mint 30-90 Ti nézhetődik nagyon a piacon, mert majd most akar gépet fejleszteni. Új Redonok is nagyon erősek. Redon nincs, AMD van. Hogy hát, de AMD Redon vagy, most minek hívják? Régen Ati Redon volt, csak ugye ezt felvásárolt az AMD, most már AMD. Nehéz megszokni amúgy. De ja, értem. Epoxi. Kell még organic resinből, azt mondja, hogy még náljunk. Így ez elég, és akkor mindjárt kész a maradék cucc. Akadjá! Van ezért becsont? Van bizony.
Van bizony. Ja, hát igen, de ki is hagytam, így van. Mondtam, hogy majd talán akkor, vagy hát most az a terv, hogy majd akkor idén. Én 4K-ban meg úgyse tervezek játszani, úgyhogy nekem nem kell azon aggódni, hogy a 4K teljesítmény milyen lesz. Oké, na gyerekek. Kész van a 5-ös darab ilyenünk is. Hú, de jó, hogy nem ettem meg az utolsó húst, ezt rakjuk elfele. És sietnünk kell, meg ne romoljon. Azt mondja, hogy kész van ez. Kész van a potion, és akkor kell még a 50 darab gunpowder. Nagyon fasza, gyerünk. Meg kell hozzá, uha, az baj. Gyorsan ként kell keressünk. Jó van, haver. Kéne. Hát de, haver. Nem igaz, hogy nincs itt darabkén. Ilyen nyomorút egy questet, gyerekek. Hihetetlen számomra ez már. De ez azért tényleg azt mondom, hogy a időhúzásnak a mesteri fokozata. Futtatnak bazd meg órákon keresztül. Miért kell egy questet 8 óráig csinálni?
Most meg jön a szaridő, rám spawnok. Jó, hát ez annyira átlátszó, bazd meg. Na jó, hát ez mindenki a tetején már, ami itt van. Ez egy röhelyes vicc. Ez komolytalan. Ahogy jön a szaridő, már spawnolják rám ezt a sok retket, figyeld. Meg még akadjál mellé. Nagy szörvigém. Ahogy úgy van polaroid, fotó, lefotóztuk, hogy megöltem, jó volt. Fotózzál még. Azaz. Hűhű, gyerekek, ez igen. Nincs kén a pályán, elfogyott. Elvitte Mózes. Enyett az eső. Tiriti. Ezt a küldet befejezve, aztán megyünk rá a következőre. Tuti biztos. Már elvitte a streamnek az idejét ez a futkározás. Nő. Na, végre egy darab kéne az egész sivatagba, itt van. Nem tudok hinni a szememnek. Kettő. Azaz. Szia Tibi! Hát még vicserezni majd ezután a küldi után, srácok. Nem félre képen, mert egyre jobban kezd lehozni az életről, sajnos ez a sok hülyeség, ami itt van. Tervek között azt szerepelt, hogy végigtúrom a küldetéseket, de egyre inkább kezdek letenni róla, mert ez a mindenért futni 10 órát, ez nekem sok. Geci.
Jó van akkor, ülj meg, leszarom. Most ez mi volt? Wow! Hát szénnél akad a játék. Azért az kemény, amikor egy küldetés alatt kifogy a teljes oxigén tartály, amit fentről hozol, nem? Azért ez valamit jelent. Ez azért elég erős. Huszonegy. De gyerünk, valami legyen. Nagyon illúzió romboló volt nekem ma ez a tapasztalat. Lehet rakni azt, támadják az állatok a... Hát igen, 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 igen. A zajra mennek, főleg a második fokozata az 33%-kal gyorsabban termeli ezt az exotikot, viszont az jóval hangosabb elvileg. Érdemes körbe keríteni. Egy. Yes. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Megvan az 50, yes.
Na, viszlát. Nem. Na, most figyeljetek meg, hogy jönnek majd elő a skorpió, minden egyes skorpió, amikor feljön a homokból, megáll majd a kép. Ezt figy. There you are. Okay. That's what we're looking for. Good find. If that ain't what you're hunting for, there's even more wrong with this planet than I thought. There we go. They're gonna love that. That's it. You're in business. Those things ain't friendly. Természetes. Ura. Ikarus. Hát egyébként jobban adnám, hogyha egy bázist építené az eleje óta az összes küldetésen keresztül, azt mindig minden megmaradna, amit csinálsz. Azt attól, hogy alapanyagokat újra kéne farmolni, csak meglennének. Sokkal jobban adnám azt egyébként, úgy jobb lenne. Szia Warda. Lehetne nagyobb volumenű questeket berakni az ilyen hülyeségek helyett.
A baj, hogy a játék 80%-a az tényleg a esztelen futásra épül. Ebbe a küldetésbe 10% volt az, hogy építettél meg ilyen 90%-ba futottál oda-vissza 200 kilométert. Ez a küldetés az arról szólt, hogy szivacsért futkároztam innen ide, oda-vissza 4-szer, ide is, hát nem tudom, 5000.